és mindjárt be fogja fejezni. És vissza a másik gondolatra, hogy minden jó, ami van alapból, nincs módosítva. Nyilvánvalóan nem arra fognak menni, hogy jó is legyen. Most látok rajta egy Windows 10-et, ami módosítva lett. Amire én gondolom, nem csak ilyen szociális oldalakra, más tartalmú oldalakra elég jó lesz. Nagyon egyszerű logikával, aznak az oldalnak van a szerver rajta, nyitva le lesz minden blokkoltatva, rajta meg lehet tenni. Olyan ilyen tűzfalak, amivel beállítod azt, hogy csak az adott szervernek az oldalit lehessen megnyitni. Ez szél meg lehessen rajta szkenelni, ez azért van rajta. Csak jócskán módosítgattam rajta, sok fölösségtől meg lett szabadulva. Na milyen vírusírtó, mit nem tudom, milyen szarok vannak, fölöslegesek. Ha az ember az egyének van annyi esze, hogy nem megy rá, és akkor nem kell módosítani rajta, semmit se. És annyi volt. Mostan kizumoltatom. És itt is van, mely nem itt is fog rajta lenni. Ez így szokott. Lenni, és be fogja fejezni, és ki fog derülni. Egyáltalán legacy módba be lehet egyáltalán butolni a Fedora 35-öset. Mondom, hogy ezek a videóknak meg van milyen jellegűekre van, céleszközként van ez a számítógép is. Már mondtam büdös munkásszavat, de iparkodok, hogy nem mondok semmilyen büdös munkásszavat. És itten mindjárt rajta fog települve, és lesz próbálva. Ez eddig eléggé jó volt az a Ubuntu 16.07 is, egy számítógépen az van rajta. Eléggé jó is, jól viszi. És ellenőrzi azt, hogy jól van ráírva a az adat, nem ment el rajta át a bájtok. Egyszerűen el lehet azon tűnődni. Gondolkodni, hogy a rendszer módosítva van. Látszódik az, hogy semmilyen fölösleg nincs itten. Itt az alapok vannak csak. Van lehet rajta internetezni. Nyis rajta antivírus, de a tűzfal az benne lett hagyva. Szerintem fölösleges az antivírus, hogy te rámész. És egyszer rámegyek az oldalakra. Ingyen filmek, ingyen csatornák. Te vannak ilyen reklámokkal. Rátelepítesz, kicsit lassul tőle jócskán a szájtógép. Ez nem arra van ideálva. Nem arra lett mostan, másra lett. És lesznek
több is még szoktak is, lesznek is rajta. Befejezte! Most ki fog derülni! Ruinítom a rendszert! Betettem a bebuttolni F7, és kült megnyomom. 1.0. Live módba indul el a rendszer. Ha egyáltalán be fog töltődni. Ez majd a következő videóban lesz. Köszönjük a figyelmeteket!